Üdvözlöm minden kedves nézőt a következő mérkőzésen, azaz a döntőn. A Bundesliga eSport csapata fog játszani a Huni Magyarral szemben, én Pirsz vagyok, és a döntő mérkőzés ugye PO3, ami azt jelenti, hogy két nyertes meccsel fog valamelyik csapat nyerni, és megszerezni itt a trófeát. Szia, Thanatos! Én is üdvözlök minden kedves nézőt Playten innen és Playten túl. Ahogyan te is mondtad, a Huni Magyar fog összecsapni a Wonderstag eSports-al. Ez a döntő, kérem szépen, piros színekben van a Wonderstag, illetve a Huni Magyar, még jó, hogy ki van írva, és kékben pedig a Wonderstag. Ugye látjuk, hogy a tiltások már lementek. A Wonderstag eSports Lulut, Malphite-t és Jax vette ki a játékból, a Huni Magyar pedig Mundótól, Tamkecstől, és hát egyértelműen Velkosztól szabadult meg, ugye ettől meg kellett, hiszen a Wonderstag eSports-osa talán a top, nem tudom, 20-30-50 legjobb Velkosztosa között benne van a világon. Minden esetre a hős választásban is már nagyon jól haladunk. Meg egy fényképezőgépnek annyi. Szóval egy Morgana az első választás a Wonderstagnél, amit egy Rek'Sai, valamint egy Kalista követ. A Huni Magyar pedig elhozta egy kedvencem Brandet, illetve Caitlyn-t, mint lövészt. Ami nagyon fontos információ, hogy a Wonderstag eSports a felsőágas végzés miatt már egy ponttal rendelkeznek a BO3-as döntőben, ezt most tudtam meg én is. Ami azt jelenti, hogy a BO3-ban már most van egy nullája a Wonderstag eSportsnak, ami azt jelenti, hogy ha most nyer a Wonderstag eSports, akkor megvan a mai győztesünk a Wonderstag eSports nevei között, viszont a Huni Magyar csapatának így van egy baromira nagy feladata, nincs hibázási lehetősége. Mind a két meccset el kell hoznia, hogy ők nyerni akarnak, ergo a legjobb tiltásokat kell kivitelezni. Lásd, ahogy mondta Thanatos, Velkosz, ki kell tiltani, mert túl erősek. Emellett ugye olyan bajnokválasztásokat kell tenniük, amivel magabiztos játékot tanúsítanak majd. Azt kell, hogy mondjam, hogy elhozza végül Huni Magyar, számunkra is első, első alkalommal. Ilájót, illetve még ezzel a kiejtésen ezen még dolgozunk, valamint White, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy meglepetés meccs lesz, ez biztos. Ez majdnem biztos. Közben Zeden gondolkozik a Wonderstag eSports csapata, de Renekton felső ösvényen. Ugye Kalista az a karakter, aki Renekton és Rek'Sai mellett nem fogsz Kalista mellé odaérkezni. Emellett mit csinál a Morgana? Ha netalán a támogató játékos, behajítod, és a végső képességével már konkrétan egy baromi jó küzdemet kezdeményeztél önmagában. Így van, de ugye ne felejtsük el, hogy Vajnak például a végső képessége még alkalmas lehet mondjuk egy Kalisztának a kifókuszolására, de hogyha túlságosan egyedül maradsz, hát az se annyira jó. Minden esetre biztosak vagyunk abban, hogy a Huni Magyarnak jó elképzelése van azzal kapcsolatban, hogy az ő összeállítását valamilyen szinten alkalmazza. Ugye irányolt a felső ösvényen fogjuk látni, és ha belegondolunk, mivel a képességneveket még nem tudjuk, hogy amikor kirántja valakinek úgymond a lelkét, a hasonmását, és azt csapkodja össze-vissza, irgalmatlan sebzés lehet egy hősbe vinni, pontosan anélkül, hogy annak közel kéne kerülnie, és végül a Wonderstag eSports elhoz egy Xerathot. Az előző mérkőzésen is láthattuk, hogy mire képesünk amúgy alapvetően, illetve érkezik Hecarim is a felső ösvényen, ő szeretné fölvenni végül a versenyt Ilájolral, így van, minden esetre azt tudjuk, hogy a Wonderstag eSports, ahogy Pirsz is mondta, egy győzelemmel már rendelkezik, a Huni Magyar egyáltalán nem hibázhat, ugye ők érkeznek az alsó ágról, így nem csak az van, hogy kétszer kell egymás után nyerniük, de ők ma már játszottak kettő mérkőzést is, ez a magyarán sokkal inkább leterheltek be, mint a Wonderstag eSports, és most úgy érzem, hogy el is kezdődött az a 3 perces várakozási késleltetési idő, amit mi most végig fogunk beszélni. És fordítva van a kiírás. Igen, a kiírás fordítva van, ami azt jelenti, hogy Robustoék a Wonderstag eSports csapatnak tagjai, és ők játszanak ugye a piros oldalon, ergo a kék oldalon játszó Huni Magyar csapata van elvileg a jobb pozícióban, mert mindig mindenki azt vallja, hogy az idézők szurdokában a kék oldal az valahol kellemesebb és jobb lehetőséget nyújt, főleg egy baromnasor küzdelemnél, de a sárkánynál már kevésbé, mert ugye a kék oldalról támadva neked a sárkányhoz, az odóhoz ki kell ugye menni teljesen,
És onnantól kezdve egy kiszolgáltatott helyzetben vagy. A piros csapatnak a sárkány egyszerű, de a barannasor már nem. És a játék általában a barannasor küzdelemnél dől el, onnan pedig a két csapat jobban kezdhet, illetve a jungle, az megint egy másik verzió, mert ugye az alsó ösvényes páros segíted a jungle-esnek, ugye ne felejtsük el. És ha a jungle-esnek segít, akkor ugye a vörös szedelhát leszedésével több életerővel fog végezni, és azzal a rajtaütései sokkal gyorsabbak és sebzésorientáltak lesznek. Abszolút egyet kell veled értenem, miközben én próbálom rendezni ugye a színeket és az elhelyezéseket. Na már most, hogyha az idézői képességekre ránézünk, akkor látjuk, hogy mind Hecarim, mind pedig még mindig nekem kell kimondani. Ilájo lesz az, aki teleporttal rendelkezik a felső ösvényen, úgyhogy mind a ketten be tudnak kapcsolódni a küzdelembe, akár távolról is. A váltott ösvénytolásban is van fantázia. Úgyhogy kérdés, hogy hogyan tudják kihasználni ezt az idézői képességet, amelyet már amúgy említettünk, hogy egy kisebb fajta gyengítésnek lett alávetve, tehát nem lehet most már annyira gyakran használni, mint régebben. Úgyhogy ez is egy bátor választás. Úgy gondolom, jól kell tudni kihasználni mind a két csapat részéről. Ez majdnem, hogy biztos. Mindeközben ugye körülbelül egy jó egy perc van, mi is töltünk be a játékba. Ugye az önmagában a 3 perces úgymond türelmi idő, pihenőidő az, ami úgymond egy ilyen játékos védelem szempontjából készült el a Riot Games által, ami azt tanúsítja, hogy úgymond az őrszemek elhelyezését, időket, akármit, hogy le lehetne puskázni a másik oldalról, azt ne lássa a néző egyből. Hát ez a bizonyos 3 perc, ez kell, ezt nekünk végig kell várni, de a játékosok már püfölik egymást az idézők szurdokában, és fél percen belül mi is érkezünk. Ő Aloe választása lesz nekem mindenképpen egy érdekes kulcspont, egyrészt új karakter, és elvileg baromira erős. Így van, teljes mértékig egyetértek. Hozzá kell tenni azt is, hogy alapvetően tényleg nem tudjuk, hogy mit várjunk tőle. Tehát, hogy most elméletben meg fogja tudni enni Hecarimot, hogyha jól játszik vele, és azt sem szabad elfelejteni, hogy egy hős kezelésében a gyakorlat az kulcs fontosságú dolog. Na már most ezzel biztosan nem rendelkezik senki még ebbe a játékba a jelen pillanatban. Úgyhogy valamilyen alap ösztönszerű tehetség az, amire számítania kell jelen pillanatban a Wonderstack felső ösvényesének. Na, hogyha már a meccsre mi is töltünk be, akkor a csapatkompozíciók, win-lose conditionjét mindenképp nézzük át ugye az első percekben, a játék középső szakaszában és a végszakaszában. Mert ugye jelen pillanatban, akárhogy is nézzük, a felső ösvényen ugye Aloe-nak azért vannak olyan lehetőségei, amit még mi sem tudunk, hogy mit tud csinálni és mit nem tud csinálni, és erre lehet, hogy föl sem lehet készülni. Megmondom őszintén, hogy ugye, hála jó Istennek, már olyan régi akkonton van, hogy egy új karaktert azonnal meg tudok vásárolni a IP-ből, de hogy én Aloe-val, én a világtalan Pierce the Heaven is tudtam vele nyerni a felső ösvényen, tehát lehet, hogy... Egy tapsot azért ennek adjunk, kérlek szépen, hogy lássuk, hogy mit tud ez a hős és Pierce. Köszönöm szépen. De ennek köszönhetően ugye Aloe-nak a saját képességének pontos magyar nevét is mindenki be kell valahogy puskázzunk még oldalra, ahol csak lehet. A kedves Tanatosz barátommal, és ebben szent pillanatban elérkeztünk a mai nap döntőjéhez, ahol a Wonderstack eSports csapata már 1-0-val vezet, kappa, hogy csinálták, de ettől függetlenül ugye két nyertes meccsel kell a Huni magyar csapatának majd valahogy felzárkóznia a kék oldalon. Ugye egy eléggé agresszív kezdést láthatunk alapvetően a Wonderstack oldaláról, lehet, hogy két lint be is dőlenek a csapdának, a fene tudja. Ugye, miközben majd átállítjuk szépen a hősöket pozíciónak megfelelő helyre, látjuk, hogy Brand az alsó ösvényen támogató pozícióban van, és hát az ő kábításai és alapvető sebzése nagyban hozzá fog járulni a Wonderstack alsó ösvényes párosának a sikeréhez, de ne felejtsük el, hogy Brandnek a kábítása alapvetően sokkal nehezebben kivitelezhető, mint például egy lefogás Morganától, akinek, ahogy már te is említetted, ott van a sötét pajzsa is, és ezzel könnyedén le lehet védeni Brennek a kábítási lehetőségét is. Mind a két csapatnak nagyon sok tapasztalata van már ugye offline versenyeken, rendezvényeken, ugye több éve már játszanak a játékosok különböző felállásokban, és igazából azt nem merném mondani egyik játékosról sem, hogy valaki rosszabb vagy jobb, mint a másik. Ezért, ami a legfontosabb lesz az egész mérkőzésen, az őrszem párbaj, és a csapatkólok, az, hogy mikor lesz sárkány, mikor lesz baron, hogy lesz rajtaütés, hol van őrszem, mit csinálsz, nem pedig az, hogy ki hogy farmol, mert ott nagy különbséget ezek a játékosok egymás között nem érhetnek el.
Ugye közben ugye látjuk azt, hogy a szövetséget megkötötte Kalista Morganával, aminek köszönhetően ugye a Morgana bedobása bármikor megtörténhet, ahogy ezt meg is jósoltuk, és Kalista az, akit baromira nehéz eltalálni, az ő képességének köszönhetően, az ő ugrási képességének köszönhetően bármikor, bármiről ki tud majd térni. Ugye alapvetően meg kell jegyezni, hogy az alsó ösvény egy szenvedés már most látható. Köles próbálja ugye kedves Mátyás valamilyen szinten zaklatni az ő porhüvelyei és alapvetően ugye csápjai, amikkel ő próbál valamilyen szinten működni. Kellő sebzést tudnak okozni egy Hecarimra, de ne felejtsük el, hogy Hecarim mozgékony, így akár a csápcsapások elől is megpróbálhat kitérni, és hogy összességében a játék elején megpróbálhatja zaklatni azt az irányot, akinek el is kellett most villania. El kellett villanni, ugye ne felejtsd, hogy Hecarimnak égetése van, ergo ő igaz nem hozott villanás, emberi gyorsítás, menekülni nem fog tudni, viszont ölni annál inkább. Ami azt jelenti, hogy két illetve milyen rémámai lesznek a játék végső szakaszán, ne is emlegessük. Az égetéssel, a ráfutással, ámsereggel Hecarim meg fogja enni majd a lövészt. És ekközben nézve Kéti beragad, meg az első gyilkosság, Rek'Sai hozza el. Már most vezet a Huni magyar csapata. Mindenféleképpen jó volt ugye Iskenszörtől, azaz Rek'Sai-től ez a rajtaütés. Nem egyszer láthattuk már működés közben ezt a Rek'Sait, aki általánosságban jól időzíti amúgy az ő rajtaütéseit. Ez köszönhető annak, hogy az ellenfél őrszem válogatottja, hogy majd eléggé rossz helyen helyezkedett el. És ez, amit most látunk, ez Ilájónak a lelki próbatétel képessége, az, hogy kiszakítja a lelket az ellenfele testéből, és onnantól kezdve csapja, zúzza, vágja össze-vissza, miközben az a kapott sebzés egy részét elszenvedi. Ezzel lehet például Hecarimot is szivatni kellőképpen. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a csápokat folyamatosan kell pakolgatni annak az Ilájónak, hogy kellő sebzést tudjon összességében kiosztani Hecarimra. Nézd meg, táncolnia kell annak a pacinak. És pontosan ugye erről beszéltünk, hogyha a kék oldalon játszol, a vörösszeder hát leszedése után, ahol ugye még az alsó ösvény társaid segítettek ugye a krúgok leszedésénél is, ergo minden meg volt arra, hogy te hármas szinten nyugodtan kijöhess az alsó ösvény rajtaütni, és Caitlyn az ösvény királynője, mondhatni Eli, oh. Pedig baj van lehet, jön hátul még Rek'Sai, szintén az égetés már kiment, Kölesnek nincs villalása. Petrenc és Mátyás, aki elhozza a második gyilkosságot. Az alsó ösvények közben látjuk azt, hogy valamennyire próbált már visszajönni Caitlyn, de akkor is már meghalt egyszer. A gyilkosság ugyan nem Kalisztához ment ki, hanem Rek'Sai-hoz, de ettől függetlenül úgymond az előny, mentális előny a kék csapatnál van az alsó ösvényen is. Ahogy mondod, ugye már egy 900-as aranyelőnyt összeszedett a kék csapat, és ez nagyon veszélyes tud lenni. Ugye Köles igyekszik lépést tartani Hecarimmal szemben, eddig sem voltunk benne biztosak, hogy mennyire tudja fölvenni a lépést. Minden esetre most ez a gyilkosság, ami Hecarimnál landolt, mindenképpen az ő javára hajtja majd, az ő malmára hajtja majd a vizet, hiszen formolásban amúgy teljesen kiegyenlített a küzdelem mind Hecarim, mind Ilájó között. Ugye egyedül azt lehet mondani, hogy Vi az, aki egy picikét el tudott húzni a dzsungelben, és mert dzsungeles szörnyekről van szó, ezért nagyobb arany mennyiséget tudott összeszedni a farmolásból legalábbis. Vi. A lánc közben talált LeBlanc-tól, és ugye az ő sebzése a lánc találat után jóval nagyobb lesz, hogy több képesség talál egy játékoson. És ettől függetlenül ugye a Morgana lefogások azok, a kulcs momentumok, amivel ugye Caitlyn elveszíthet egy párbajt az alsó ösvényen, erre mindig kell majd figyelni. 6 percnél járunk, és ahogy mondta Thanatos, 500 arany különbség már van. És Robustonnak a LeBlanc-ra még nem beszéltünk túl sokat, ő is az egyik legjobb LeBlanc Magyarországon itthon. Ergo, ha ő most valamilyen úton-módon majd dominálni fog, akkor azt is tiltani kell. Egyértelmű. És azért megjegyeznénk, hogy régebben egy Morgana pajzs például Caitlyn ellen sokkal hatékonyabb volt, hiszen a képességeit ugye levétel, nem tudtál ellene mit csinálni, de Caitlyn ugye az átalaki, hoppá! A lánc megint talál, kiment az éged és a pajzs szintén villan, ebből Xerath nem fog meghalni, de LeBlanc-nál mindenek kiment, csak a villanása nem. Ergo a következő rajtaütésnél Xerath bajban lesz, muszáj lesz passzívan játszani, Lindiponik össze meghal, Caitlyn pedig 1-3 ellen megy, de jön hátul Vi, mellé a csúszás, Caitlyn bajban, Caitlyn meg fog halni, most villan, és kijön még Vi végső képesség, Rek'Sai is elvillan, mik ezek az életerők, te atya-gatya, marad a 3-0. Ugye alapvetően Vi-nak pont ez
a kulcs szerepe, hogy meglépi a hatos szintet, nézd meg azt a Rek'Sai-t, fúj! Na mindegy, szóval a hatos szintet, hogyha eléri az a bizonyos váj, akkor onnantól kezdve sokkal jobban tud kezdeményezni, egy ilyen Warwick szindrómában szenved gyakorlatilag, de hatos szinttől kezdve a rajtaütései sokkal, de sokkal hatásosabbak lesznek. Itt is láthatok, hogy már mennyi sebzés jött ki belőle, és akkor kérlek szépen még semmi nem volt nála, csak egy alap dzsungeles tárgy. Most, hogy egy picikét föl tudja tuningolni magát mindenféle hosszú karddal, és ugye a dzsungeles tárgyát is fejleszti, nyilván egy harcos kiegészítőt vesz majd hozzá. Szóval abból a vájból ömleni fog a sebzés, és most már részt tud venni a játékban, mint egy rendes rajtaütéseket kivitelező hős. Kalista és Morgana most már hazamehet, és ne felejtsd el, hogy már csak egy szint, pár farm kell ahhoz, hogy a végső képességeik meglegyenek az alsó ösvényen. Jön az árcsereg, jön hátul, még Szerat a kábítás, pedig jó kölesben ragadhat. Neki nincs villanása, de most már van. Egy, kettő, és nézd meg, milyen táncos lábai vannak annak az Aloe-nak. Mindent kikerül, marad a 3-0, nincs gyilkosság. Gyönyörű, szép volt, igazából ez nem is játékos mechanika, ez kérlek szépen a rutin, meg az évek. Gyönyörű szépen eltáncolt Ilájó a Xerath végső képességek elől. És hát tudjuk jól, hogy az előző mérke... Hoppá! Ebből baj is lehet. Villanása nincsen Xerathnak, és ez igazából bombó-kombó. De nézd meg azt a sebzést, még pluszban íz. Kenszer, mi nyugodtan próbálkozhat, hogy a színi bajban lehet. És a jelzés rajta van, sebzés plusz az van. De LeBlancon eddig nem volt semmilyen fókusz a lánc. Talál, ez a Rek'Sai halott. 3-2, szép itt a Bundesliga eSports. Így van, meg is érdemlik a tapsot. Ez egy nagyon szépen kivitelezett bosszú hadjárat volt a dzsungelben. És hogyha már dzsungel, akkor beszéljünk egy picikét a makrójátékról is és a rálátásról. Ugye a középső ösvényen LeBlanc az, aki azért igyekszik az ő saját kis bokrait úgymond kordában tartani. De ezen kívül érdemi őrszemjátékról nagyon nem beszélhetünk egyik oldalon se. Természetesen amúgy már a támogató és dzsungeles játékos a Hunni Magyarnál rendelkezik lencsével, de több... Hoppá! Az egy fejlövés lett volna, hogy közben hátul Kalisztele kijött az égetén, szintén Póni mellé kábít, és ez még egy alaptámadás kéne, hogy legyen. Morgana viszont ki is jön a túlvilághívással. Nagyon szép játék így a Hunni Magyar csapatától. Aloe, meg nézd meg, mi az Isten csinál. Hát akkor a sebzés van benne, hogy Hekari majdnem a saját patájában esett el. Viszont jön Rek'Sai az alsó ösvényre, kijön még minden. Gyönyörű lövés Morganára is, egy-egy esetre az alsó ösvényen. Nagyon szép játék volt igazából, mind alul, mind pedig fölül. Ugye ne felejtsük el, hogy még ugye Brandet sikerült megölni az elején. Ez azért nagyban hozzájárult, hogy az a kicsi póni az, amit lehetett Csórikán mellé lőtt, és ennek köszönhetően nem tudta a Brandben rejlő lehetőségeket kiaknázni, és ott van, kitépi a leg. Megint jó a lélek tépése ugye Aloe-nak, és Petrenc és Mátyás még mehet, neki égetése most van, talán tud cserélni, jön az ánsereg, jön a lökés, jön az égetés, köles bajban lehet, neki villanása már nincsen fordulni, nem tud. Ez egy tiszta 1v1-es párbaj, a Hekarim az égetésének köszönhetően elhozta a gyilkosságot. A lánc találkozna Rek'Sai-ra, és ugye robusztulnak a sebzését tisztelni kéne, de nem teszik, 6-4! Így van, és ezzel amúgy a arany különbség tekintetében a Wonderstag ugye most már 300 aranya vezet, és ez köszönhető leginkább, hoppá, megint! Megint jó a lánc, de most próbált visszakézből kábítani Xerath, ami jól is működött, így a sebzés nagy részén sikerült levédeni, de ne felejtsd el, LeBlancon égetés van, ergo benne van minden, ami kell, kurázsi, és elhozzák hátul a sárkány köz a vájég, és az első sárkány erősítéssel a Wonderstag eSport csapata vett tudomást, így 6% fizikai és varázssebzéssel egészültek ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy középen akció! Megint jó a lánc és égetés az van, Edem lehet bajban! Micsoda pajzs használat, megint az idegekkel párbajoznak a középső ösvényen, de azért azt kijelenteném, hogy LeBlancnak a farmját érdemes megnézni. Xerath ellen iszonyat jól farmol. Nagyon ügyes mind a két középső ösvényes játékos amúgy, de egyértelműen látjuk, hogy LeBlanc irgalmatlanul arcátlan módon tudja zaklatni azt a Xerathot, aki valószínűleg innentől kezdve, hoppá, itt lehet lesz valami. Megint jó a lélektépés, szintelőnye van ugye Hekarimnak, de azért égetés nélkül ő az Aloe-t megölni annyira egyszerűen nem fogja, azért ezt valljuk be egymás között. Viszont ugye két gyilkossággal vezet a kék csapat,
De ugye a globális aranyban viszont nem. Ez ennek annak köszönhető, hogy egyrészt Köles hiába verték szét a felső ösvényen, még mindig veszett farmban. LeBlanc szintén jó a lánc, nem lehet majd bajban, de használja a végső képesség helyett csak az ugrását LeBlanc. Így kimozdul az aktuális küzdelemből. A Morgan a lefogása az jó, Kalista már lép előre. Nézd meg, mit a kétnél kiment a gyógyítás, de az kevés. Morgan a villan érte, és el is hozzák egy gyilkosságot az alsó ösvényen. 7-4. Így van, ugye alapvetően ez a 7-4-es állás, mondhatnánk, hogy elegendő lehetne arra, hogy valamilyen aranyelőnyt kovácsoljon magának. Ugye összességében a Huni magyar csapata, de nem tud. Pont a farm különbség miatt, amit te is mondtál, LeBlanc egyértelműen lefarmolja Szerátot, Kalista viszont nagyon veszélyes lesz a játék későbbi szakaszában. Közben ugye látjuk a felsőjösen, megint csak próbálkozik a két felsőjösenes karakter egy különbséggel. Rek'Sai itt ül a bokorban, ninjázni próbál, és mihez kilép Köles. Rek'Sai hazament, így ninjázás nem lesz a felsőjösenyen. Viszont ugye most a globális arany teljesen egál, ennek köszönhetően a következő csapatküzdelem lesz az, ami majd valamerre fogja mérleget billenteni. Kérdés, melyik irányba? Továbbra sem szabad elfelejteni azt, hogy a Bundesliga eSports csapata már egy nyertes meccsen rendelkezik, ugye? A hamarabbi döntőbe jutás miatt. És nézd meg, Vaj már jönne a lélek típése Kölesnek. Jó, ha azt megölje, akkor az a sebzés fog fájni, vagy Hekarimnak. Bum, 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 bum. Alapvetően ez a lelki próbatétel, ez egy idegi próbatétel is egyben, mert Hekarimnak végig kell néznie, ahogy szépen, folyamatosan meggyepálják az ő kis lelkét. Azért így, hogy hosszú távon nem tud mit kezdeni ezzel Hekarim, tehát tényleg szinte az egész lelket el tudja pusztítani Aloy. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé sok sebzést tud bekapni, de ehhez idő kell. Hogyha visszatámad Hekarim, akkor még láttuk, hogy meg tudja enni ezt a papnőt. De a felső ösvénnyel igazából maximum addig érdemes még foglalkoznunk, hogy látjuk, hogy teleport nem elérhető egyik oldalon se. Így az előbb általad említett csapatküzdelem még egy picikét várat magára, legalábbis, hogyha a felső ösvényesek is benne lennének. Így van, és LeBlanc az a karakter, aki igazából azért tud agresszívan játszani, mert ő bármikor a saját képességéből idézőjelben tud villanni, és kétileg szintén kell, de a kitépés az óriási sebzés, és jó a kombó, mellé a lefogás, Póni még villan, oh! De Kalista kettős gyilkosság, így 4-0-3, ez a lövész már lövész. Ez kérlek szépen az. Iszonyat nagyot sebez már ez a Kalista, nagyon jó a játékos hősmechanikája is, ez egyértelmű, hogy akár egy tiltást is érdemelt volna, de most már ugye teljesen mindegy, 4-0-3-ban van az a Kalista, és most, hogy megvolt már neki ugye a letaszított király kardja, és az előző csapat küzdelemben is, hát az előző alsősvényes küzdelemnél is kellőképpen ki tudta használni a tárgy előnyeit, most újra be tud vásárolni, és ugye most már van neki extra kis csukája, dühöngő csizmája, hoppá! Megint jó a lélek próba, de jön Vaj a felső ösvényre, Rek'Sai szintén a közelben lehet. Ezzel még lehet szórakozni. Nézd meg azt a folyamatos sebzést, amit Hekarim szenved el. A lélek tépésnek köszönhetően is. Edem az, aki próbál farmolni, mert Robusto, ha egyszer megindul, akkor nagyon durvá megindul. Jött volna Morgan, jó az égetés, és van baj, és megint. Robusto pedig beragad a torony alatt. Jött egy Morgana, és győzött. Ismételten nagyon jó kommunikációt láthatunk a Huni magyar társaságától, és az az igazság, hogy erre nem is volt panasz. Az előző, hoppá! Jön közben Rek'Sai a felső ösvényen, a Vaj már a közelben sincsen, árcsereg, minden istennyila kijön Kölestől, de megöli még hátul Rek'Sait, 1v2-ben, Aloy ezért durva, de nagyon durva! 11-5 és 1100 aranyjal vezet a két csapat jelen pillanatban, de az nem túl sok, és ne felejtsük el, hogy hiába van 4-0. A Kalisztán a Vaj végső képesség elől, ő sem menekül. Azt kell, hogy mondjam, hogy most láthattuk igazán akcióban, hogy milyen a hit ereje, az az Aloy-nak a végső képessége, és hogyha akkor alkalmazod a csápcsapásokat, 2, 3 vagy akár 4 csáp is, egyszerre próbál agyonverni mindenkit, akkor sikerül is. Rek'Sai ugye a saját bőrén tanulta meg ezt a leckét, miközben Vaj ugye próbálkozik egy rajtaütéssel, hoppá! Be is akar csúszni, Morgan a jó célpont lehetne, és az a bizonyos mágikus faj szép és Póni belagad, jön azon a teleport, és Morgana meg fog halni, de Kalista először öl, és megint jó a mélységi hívás, nézd meg! Ki jön Morgana, Kalista kettős gyilkosság, és megint megy vissza, az egy hármas lehet, akár így is van, és Kétli még menekül az életéért, kimente a gyógyítás, Hekarim még megy,
pörög, csülök, marad, és 4-0-ás serével jön ki a Huni magyar csapata. Kommunikáció, kérem szépen, érkezett teleporta mind a kettő felsősvinyes játékos, és ez nagyon jó volt, de alapvetően az, ahogy Kariszta játszik a túlvilági hívásoknak a megfelelő sorrendje, és úgy összességében, hogy azt hitte Wonderszeg eSports, hogy ő kezdeményező van nyerekben, hát ez egyáltalán nem volt így a csápcsapás közben, majdnem elhozza azt a sárkányt, de majdnem ide bőven kevés, és így megszerzi az első sárkányát a Huni magyar is, és ezzel most már ő is rendelkezik azzal a bizonyos 6% fizikai és mágikus bónuszsebzéssel. Ez a csapatküzdelem volt az, ami szerintem valamerré pilletet a mérleget most már. Azért ez 3300 globális arany előnyt jelent kék csapatnak, és Kalista 7-7-0-4-es. Az a Kalista önmagában egy helyi serif most már, és bárki is lép ki elé, orbitális sebzéssel fog mindenkit szétszedni, ahol csak lehet. Kérdés, hogy sikerül-e időben valahogy kifókuszolni, mert ha nem, az a vadállatság lesz. Ugye azt láttuk, hogy a középső ösvény ilyen robusztó, úristen, megpróbálta folyamatosan megenni azt a bizonyos szerátot, és le is farmolta ez kétségtelen. Egy az egyenleni szituációkban még meg is tudta ölni, de ez mind akkor működik igazán, ha van égetése. És ugye ezzel akkor előny nem biztos, hogy össze tud szedni, hiszen Szerát a végére, hogyha életben tud maradni és a saját kis kombóját kinyomja, akkor így is úgy is irgalmatlanul nagy sebzést tud kiadni, és jól láttuk, hogy LeBlancot azért meg lehet fogni, elég tömegirányító képességgel rendelkezik a Huni magyar társasága, pont ahhoz, hogy még egy LeBlancot is sikerüljön esetleg elkábítani. Ezért ugye hátul bajban lehet, és szemből jön az a szendvics, ugye Hekarimnak köszönhető, még éppességek kivillannak, Szeratulti is, Árcsereg, mindenki a Vájra ahhoz, ha meghajjon, és Köles még próbál fordulni, neki végső képessége volt, Hekarimnak menekülnie kell, és nincs meg az a Hekarim éppességgel, egy hajszál hiányzott volna még, mindeközben az alsó ösvénye már lassan a torony is dőlni fog, és LeBlanc az, aki már elindult a felső ösvénye, de még nem érkezett meg. Ahogy ugye beszéltünk is róla, hogy mit csinál ez a Kalista, hát ez kérlek szépen botrány. És ez viszont baj, Az aztán pálya, kávidás pedig jó lett volna, de jött a májukos baj is. Viszont még a Brennulti elviszi és torony alatt harcol Morgana, és nem elég a toronysebzés. 2-1-1 cserélek, viszont jön egy LeBlanc. Na kedves Morgana, na most merre kéne menni? Az őrszem jó, a szellem jó, az lassít. Lehet execute-ért menni, másra nem. Kukucs. Megeszem a kalapom, hogy ez túléli. Egy öngyilkosság lehet itt a cél, a minionok már tudják, és esetleg sikerül. Sikerül, de csuda, gyönyörű, szép játéka. Hiába a halálával végződik. Ebből a pénzből sajnos senki sem részesült. Minden esetre látjuk azt, hogy az őrszem játékban próbálkozik. Robosztó pedig megint lép ki, a kábítás az jó Xerattól. Viszonylag forma-formát cserélte, de megjött Vaj hátul, és egyszer Rek'Sai szintén, meddig villan Adam közben, jön a sebzés még, aztán Rek'Sai, Adam megint jó használja a pajzsát. A harmadik pajzs használat, amivel Adam túléli, eszméletlen milyen játék, milyen idegek vannak ott nála, viszont 4200 aranyjal most már nagyon durván megy a két csapat. Nagyon durván, ahogy te is mondod, és ez kérlek szépen tárgyakban is meglátszik. Meg egy Hekarimban. És ez a Hekarim az, aki ha találkozik valakivel, az fáj. Ugye Bondnak villania kellett ebből. Az előző küzdelemben is láttuk az alsó ösvényen, hogy milyen az, amikor egy áncsereg jön két lénre a lövészre. Maga tehetetlen. Végig kell nézni azt, hogy jön egy paci, egy ló és szétszed. Darabokra. Ez végül is egészen kellemetlen is lehet akár. Kedves Mátyás nem nagyon tud mit csinálni, ugye továbbra sem állóival. Ettől függetlenül farmban szerintem bőven jól tartja magát, sőt, ugye vezet nyilván, és hogyha egy picikét ránézünk az arany különbségekre csak egy másodpercig, akkor látjuk, hogy szinte az összes ösvényen nagyon, de nagyon tud vezetni a Huni magyar csapata. Nem véletlen ugye ez az arany előny, és tényleg a lövésszel van itt a legnagyobb probléma, ami nagyon fog fájni majd. 3000 arany különbség a két lövész között. Az pedig akár, hogy számoljuk, az jó sok. Hát igen, az nagyon durva, akárhogy is nézzük. És azt se felejtsük el, az... Lefogás pedig ugye Bondira végül is jó, de Kalista nem volt a közelben, ebből gyilkosság még nem lehet. Robusztó láncai továbbra is veszélyesek. Bármikor betalálja lánc, akkor LeBlanc már a cserét meg tudja nyerni Xerattal szemben. De ugye az a Xerat pajzsválasztás az olyan szinten
rá nyomja a pecsétet a kék csapat játékára, hogy ezt véletlen Rek'Sai közben jött Vájra, és jönne Robusto segíteni, kijött még a végső képesség szintén, és ebben villan Rek'Sai, Robusto még él, az égetés nem lesz elég, megint kijön Rek'Sai, hihetetlen! Hihetetlen jó, és például azok a sokkó! Hát ez a lefogás, ez viszont jó, és Kalista jó KS-en, ez már biztos, és elhozzá még LeBlancot, 21-6! Köles, Hekarin párbaj már megint a felső ösvényen szokás szerint. Jönnek a csápok, jönnek a sebzések, és hiába halt meg négyszer Köles, Hekarin még vele nem tud mit csinálni, de mindenki mással bármit. Így van, az a nagy szerencséje, hogy ugye ez egy csapatjáték, és nagyon, de nagyon ki kell emelni de csuda játékát. Tehát az a Morgana, kérlek szépen, igen. Igen, viszont a kávítás az jó Pónitól. Bum, 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 a Brand ulti majdnem két embert elvizet. Mindeközben Kalista torjot dönt embertől, és a Brand kettősgyilkosság megvan. Köles még éppenséggel él, de Mátyás meg fog halni. És bocsánat, Köles meg is halt, Mátyás pedig ki is jön a torony alól. 5400 arany különbség. Ez a Mátyás egyáltalán nem vicce. Pont az előbb emeltett ki, hogy hiába halt meg Köles ötször, Mátyás ettől függetlenül még bőven tud ellene mit csinálni. Hát egészen idáig, kérlek szépen. Robustonak a lánca megint csak találna, így a Kalista bajban lehet. Így is van, két né hozza el. Na most ugye ezt egy csapatküzdelemben nem fogja megcsinálni senki. Az a Kalista konkrétan Hekarin mögött, Rek'Sai mögött, Morgana mögött, annyit fog táncikálni, amelyet csak szeretne igazából, de nem fogja úgymond magát egy ilyen céltávának kirakni egyértelműen, és az a bizonyos második sárkányt hozná el a piros csapat, amivel toronyrombolás képességet szereznének, el kell, mert még egy tornyuk sincsen. Ugye alapvetően váljon már ott van egy Sterak kihívása, ami egy nagyon jó pofa kis tárgy, ugye már többször kihangsúlyoztuk, hogyha őt elkezdi az ellenfél fókuszolni, és hamar megkap sok sebzés, akkor annak köszönhetően pajzsot kap, és még az alap 25% sebzésbónusz mellé pontosan ugyanennyit kap. És ez mind szép és jó, de amikor az embernek van összesen 64 páncélja, és még a körülbelül a körüli mágikus ellenállása, azaz igazából szinte sem ennyi, akkor ezt a sebzést nem fogja tudni kibírni Vája, amit egy esetleges fókuszálás során ugye a Huni Magyar Társasága ad rá, úgyhogy még egy kis idő kell annak a Vájnak, mert az, hogy ő bemegy, és megpróbál tényleg kifókuszolni valakit, könnyedén megakadályozható, ha más nem azzal, hogy Kalista behívja Morganát, és aki az arcába van, annak ad egy Morganát, szintén az arcba. Már egyszer mondtad ugye a Morgana játékának kiemelését, ezt továbbra sem lehet úgymond kétségkívül hagyni. A Vaj végsőképesség kijön Mátyásra, hárman ütik azt a pacit, és ki fog jönni? Nem, három ember érkezik rá, sőt, már Robusto is úton volt a hármas nádas felől a belső jungle-ben, 23-10, kicsikét szépít a piros csapat, de van mit? Így van, disznóvágás helyett egy jó kis lóvágás volt a felső ösvényen, minden esetre a lókóbác mellé egy kis Rek'Sait is szeretnének. A sújtás közben kijött Rek'Sait oda, a lánc, amíg nem talál Robustótól nehezen tud, valahogy érkezik Köles, pedig toronyon keresztül érkezik, ugye Rek'Sait valahogy megsanyargatni. Szóval Xerath szintén úton van, LeBlancra akár. LeBlanc már menekülnie kell hátul, Kölesnek szintén vissza kell lépnie, és Vaj megjött a középső ösvényre, de nem agresszívan. Egyáltalán nem. Ugye az arany előny az még mindig ott van alapvetően a Huni Magyar Társaságánál, és a torony előny az a 4-0-ás, az olyan mennyiségű pálya fölötti kontrollt ad jelen pillanatban, hogy nézd meg! Póninak egyből el kellett villannia, mind a sebzés miatt, mind pedig azért, mert szabadon bókrászik a Huni Magyar arra, merre akar. Robusto pedig jön neki a lánc, az most már jó Kalistára, a Kalista meghalna, akkor jó is lenne, de Kalista még mindig él, és most már Xerath Morgana háta mögött van, Köles pedig ugye megjön valamilyen úton módon, de még ebből gyilkosság nincsen. És ami szomorú, hogy az égetése LeBlancnak nem jött ki Kalistára. Egyáltalán nem jött ki, és közben amúgy láthattuk, hogy már megint, tehát hogy kedves Máté egyszerűen meg van őrülve ezzel a Kalistával. Az, hogy ilyen jól el tud ugrálni, és még akkor is, amikor kellő távolságban van, le tudja dolgozni az ellenfél azt az előnyt, azt a bizonyos szituációs előnyt, amivel rendelkezik Kalista. Mindenki kiadja rá a sebzését, de ő túléli, mert ő ennyire kemény. És 11-2-6-tal, ráadásul majdnem, A Kölesre való lefogás az nem biztos, hogy a legjobb dolog igazából, mert Köles a legtankosabb játékos most a piros csapatban. És ugye akárhogy is nézzük,
Te csodának az életereje ugyan kevés, de ő az, aki nem az első fronton harcol. Neki egy jó lapogás kell, de a csápok őt is sebzik. Ne felejtsük el, szarad bajban lehet még hátul. Köles az, aki próbál sebzés, ontani még hátulról, ugye. De ettől függetlenül még gyilkosság nincsen a felső ösvényen. De az első ilyen csapatküzdelem szerűséget láthatunk a felső ösvényen, és viszonylag jól jött ki a piros csapat ekkora hátrányban. Egyértelműen közben amúgy még lehet, hogy Robusto itt próbálkozik, de nem próbálkozik. Akárhogy is nő. De hogy nem? És Kalista a célpont mellé a lánc. Hát ilyet is ritkán látni, hogy ennyire mellé lövi Rexa, LeBlanc a láncát, de Kalista mindig megint célpont lehet. Már megint is Kalista fordulna eddig a pillanatig, és Köles megint toronysebzést vállal be, eszik meg, és komolyabb szenvedése neki ezzel kapcsolatban nincsen igazából. Ugye megteheti azt jelen pillanatban a Wonderseg eSports, hogy mindenkit a felső ösvényen Kalisztára szeretne rávenni. Ó, végső képesség Szeraton közben, és megjön hátul Morgana megint csak. Megint jó, mennyi pajzs van Szeraton, te atya úristen. Így Szeraton még hátul nyugodt a sniper, mint Vasilij Zajcev. Meghal közben, ugye még ugyanúgy Aloi és Robusto menekülne, de jön Hekarim, és be is csemegézik. Itt az első ász a mérkőzésen, 5-0-ás csere. Ember sem halt meg a Huni magyarnál. Hihetetlen jó csapatjáték a Huni magyar részéről, és hiába láttuk azt Aloinál, hogy a hit ereje, végső képessége is alapvetően a passzívja, ugye, az a bizonyos ősisten profétája, aminek köszönhetően a csápok találnak, főleg porúvélyekre, azért, hogy gyógyulgat folyamatosan, hihetetlen mennyiségű életerőt nyert vissza, de ez is kevés akkor, amikor a Huni magyar ekkora előnnyel rendelkezik, és teljesen mindegy, hogy jelen pillanatban ki hogyan próbálkozik, Kalisztát fókuszálják, esetleg valaki más. A csapat küzdelmek során a Wonderseg nem tud kellőképpen érvényesülni, nem annyira jó a kezdeményezésük, és ugye önmagában már LeBlancot le tudják azzal blokkolni, hogy Szerátnak a sokkoló gömbjei egyből akkor érkeznek, amikor egy elfedéssel LeBlanc bepróbálkozik. És Póni az, aki jön ki ugye Rek'Sai-ra valami rúto módon a kávítás az mellé. De kedves Thanatos, nézd rá a pályára! 10 000 arany előnél már az őrszem játéka a Huni magyar csapatnak óriási. Az egész teljes saját jungle-üket látják, az ellenfél déli jungle és északi jungle-ek a felét szintén. A pályának 75%-át uralja és látja a kék csapat. Innen kitörni még Zrínyinek is nehéz. Hát ez gyönyörű szép, tehát, hogy régen voltak azok az ilyen összekötős dolgok. Itt már egészen jó formákat lehetne kirakni. Azért az a sebzés, ne felejtsük el, a single target elpusztításában az egy személyes szélpontoknál LeBlanc a királynő, ez biztos. Hogyha ő egy az egyben kell valakivel felvegye a küzdelmet, akkor az menni fog. És megkezdi közben a sárkányt a Wonderseg eSports, de jönnek a haverok, legalábbis ezt mondja. Így van, a Brand Ulti még éppensége kimegy a sebzés, az jó, a telepa meg a Kölestől, és közben a sárkányt elhozza a piros csapat, viszont ember hátra vannak, Hekarim jön, Mátyás lehet bajban, két team még jól sebez hátulról, de nem sokáig is jön Hekarimnak a sebzése, az ánysereg, Hekarim még mindig él, és kettős gyilkosság, Köles pedig bajban lehet. Máté eszméletlen, ahogy táncol azzal a Kalisztával. 4-0-ás erre, majd 5-1-es a végére az ász, a játék második ásza. Gyönyörű szép játék volt ismételten a Huni magyartól, és itt most meg lehet próbálkozni esetleg egy baronna sorral. Ez minden szempontból indokolt lehetne, hiszen van egy Kaliszta, aki egy extra sújtással rendelkezik, úgymond a kitépésnek köszönhetően. Ráadásul ott van még Rek'Sai is. Azt hiszem, hogy ez a lilagyík nagyon hamar ott fogja hagyni a fogát. 30 másodperc múlva érkezik vissza az utolsó Wonderseges játékos is, miközben Mátyással kell foglalkozniuk. A kábítás még kijön ugye Hekarim a Brent-től, de neki sok sebzése arra, hogy egy Hekarimot, egy 7-1-es, háromság hatalmásos, meg ilyen mindenféle finomságos Hekarimot megöljön, hát arra nem lesz elég sebzése. Az első baron Nassor pedig elhozza, hogy a Huni magyar csapata 34-11-nél 24.800-as arany előnnyel, hát jó, 24 ez pont nincsen, de majdnem annyi. A matakom az 2-es volt annó, szóval ezért sorry, de hát na, bocsánat. Így van, egészen sok arany előnye van, ezt bátran mondhatjuk. Minden esetre... Te sem akartál számolni, hogy hallom. Itt utánad közlem, na mindegy, a lényeg annyi, hogy ugye gyakorlatilag a Wonderseg-nek jelen pillanatban csak annyi esélye
lehetne, hogyha egyesével ki tudna fókuszálni valakit, de hát ki, egyedül Szerát az, aki külön van, de ő nagyon külön van, oh-oh. És közben Hekari megint csak jöhet, három ember egymás mellett, Hekarinak kezdett csemege, Szidi még hátra fordul Mátéra, de Máté konkrétan leüti mellel ezt a White, 1-0-ás csere megint csak, és maradna sor erősítéssel a Minionok, nyugodt szívvel törnek majd előre, a lefogás még Morganától majdnem, hogy jó, de mindeközben látható az, hogy Mátyás nyugodtan tör előre Brand mellé. Inhibitor megvan, mindenféle félelem és erőfeszítés nélkül törik be ezt az inhibitort, és mehetnek át középre. Egyértelműen ugye Vaj halott, tehát emberelőnyben van a Uni magyar csapata, és hiába idegesítőek azok a csápok, jelentős sebzéshez nem juttatja alapvetően a Wonderstack csapatát, és ugye egy inhibitor és inhibitor torony, ahogy mondtad, már ledőlt, középen végül fönnmarad, de ettől még, ó! Oh! A lefogás pedig Póner, ó! Oh! Ez egy támogató játékos Morgan, aki kiszniped a Brandet, kérlek szépen, dőlt a torony, inhibitorra jön ki közben a kék csapat, ez be is fog dőlni, és igazából megint ember hátrány van, megint nem tud kitörni a Wonderstack eSports csapata, és igazából Nexus toronyért megy közben Mátyás, sőt, hogy Kalisztán, nézd meg, kétféle bajzs van, dől egy Nexus torony, bejön Köles, Köles, hol vagy, szia, hello! Egy másodpercre dölt el az a bizonyos Aoi, ugye a játékosok mellett is jól lefogás, Robustóra! Mindenki megy rá, ami csak lehet, Petrenc és Mátyás pedig legyőzhetetlen, két nép felrobban, 4-0-ás csere, Nexus torony a cél, majd a Nexus, Vaj már meg sem mozdul, ez a meccs eldőlt, egyenlít a Huni magyar csapata, 1-1, és jön a döntő mérkőzés!